Ehhez kockacukorra, borsaszégőre és cigarettahamura van szükség. A kockacukrot láng fölé tartva először karamellizáljuk. Ekkor láthatjuk, hogy a cukor nem gyullad meg. Ezután beleforgatjuk cigarettahamuba, aminek katalizátor hatása van, és a cukor lángra kapott. A kísérlet neve tejtűzi játék. A kísérlet lényege, egy tálba tejet öntünk, a tetejére színes ételfestéket csepegtetünk. Egy fogvágyóhegyét alaposan belemártunk mosogatószerbe, majd a tej közepébe érintjük. A becseppentés után a tejben lévő felületi feszültség egy helyben tartja a festékcseppeket, azonban a felületi hálót megtörjük azzal, hogy a mosogatószeres fogpiszkálót tejbe mártottuk. Két egyforma papírlappal kísérletezünk. Az egyik papírlapot jól összegyűrjük. Egyszerre indítjuk a kettőt. Amelyeket gombócát gyűrtük, az éri el hamarabb a talajt, mert arra kisebb közegellenállás hatott, mint a másikra.